Az óvodás gyerekekkel közösen számolta meg a Paksi Deák Ferenc általános iskola igazgatója a létszámot az iskola alsó tagozatán rendezett nyílt napon. Ezt követően az óvodások hármas csoportokban játékos angol, német és sportfoglalkozásokon vehettek részt, és betekinthettek az iskola életébe is. Iskolánkban nagyon fontos a nyelvoktatás, angol, illetve német nyelvet tanulhatnak a gyerekek, és azért ezt a témakört választottuk, mert így több tanítónénit megismerhetnek a szülők és a leendő elsősök, illetve a már deákos diákok mutatják be az órákat a kis ovisoknak, és ezáltal kialakul egy kapcsolat köztük. Az igazgató szerint a tapasztalatok azt mutatják, hogy az angol nyelv népszerűbb, a németet pedig kevésbé választják a szülők. Az iskola ennek ellenére nagyon jó kapcsolatot ápol a német nemzetiségi önkormányzattal, akik támogatják az intézményben a német nemzetiségi nyelvoktatást. Az angolt kezdetben heti 2, később heti 3 órában tanulják már első osztálytól a kisgyerekek, viszont a mai világ az olyan, hogy rájuk ragad az interneten keresztül, a különböző társadalmi hatásokon keresztül. A német nyelvet, a nemzetiségi németet pedig elsőtől heti 6 órába. Tehát ők az általános iskolában már a német nyelvet annyira jól meg tudják tanulni, hogy mellette az angol nyelv tanulása az már gyerekjáték. Los. Hiszen ide grúbe, Zisztusét, Álveszészen bízzuk ránk, Tázul nékterkünk fenn ránk, Hiszen hűbb. Az iskola a magas szintű oktatás mellett igyekszik otthonos, családias és gyerekbarát légkört biztosítani, ahol a szülők biztonságban tudhatják gyermekeiket. A mi iskolánkat egy 4 árbocos hajóhoz hasonlítanám, ahol az első a nyelvoktatás, az egyik árboc, a második az öko tudatos oktatás, örökös ökoiskola vagyunk, a harmadik árboc az érzékenyítés, és a negyedik pedig a sport. Ebben vagyunk erősek. A beiratkozáshoz szükséges nyomtatványok elérhetőek lesznek az iskola honlapján, illetve személyesen az intézményben. Áprilisban, még a beiratás előtt az iskola szülői fórumot tart majd, ahol a szülők részletesebben is megismerhetik az intézményt.